A negyedik fellépő osztályunk a 8. B-osztály. A próbák összességében jól teltek. Mindenki igyekezett hozzáadni a saját gondolatát. Szerencsére mindenki megtalálta a számára megfelelő szerepet. Produkciójuk címe 2077-ben. Fogadjuk őket nagy szeretettel. Kedves nézőink, 2077. február 17-et írunk. Kérjük, fokozott figyelemmel kísérjék az előadásunkat. Önök most egy öreg otthonban lévő egykori osztálytársakat láthatnak. Ebben a néhány percben tekintsünk be a már lassan véget érő napjaikba. Hogy is hívják? Aha, az jó. Tudja, ez az épület már lassan 100 éves lassan. Én is annyi idős leszek lassan. Ez az idő pedig nagyon lerombolja az ember hangulatát. Csak esik, esik és esik. Az most mindegy. Kiskoromban mindig sokat beszéltem, meg igazából most is. De ez most nem lényeg. Tudja, van egy kutyám, 10 éves meghalt. Hogy ez se lényeg. Na, menjen. Holnap vizsgálat, pihenje ki magát. Szervusz, Violetta! Szervusz, Réka! Mi történt veled azóta, mióta nem láttalak? Vannak már unokáid? Hát, van egy vagy három, nem tudom lehet. És állatok? Én nem, egész kultúrát. Ha mi újságban járnyom? Ti is messzire úgy jöttetek? A dorogásod traktorozott. Az nem lényeg. Hát azt tudjátok-e, Humane? Ah, de szép ruhád van, ki lesznek belőle? Ki mit csinálhatsz belőle? Mit itt adj ilyen csábító az illatod? Paradicsom levet kérlek. Szia, Tícia! Mi újságon? Hogy vagy? Hát, fáj a karom. Levágjuk. És te milyen? Hogy vagy? Jaj, doktor úr, a vállam fáj. És te, Zsóka? Hát, fáj egy kicsit a fejem. Levágjuk. De már elmúlt. Akkor szuper. Eközben a mosdóban. Szia, hogy vagy? Köszönöm, jól. És mi újság? Hát semmi különös. Menjek át? Mit szólsz hozzá? Nem tudom. Na jó van, szívem, leteszem, mert a másik fülkébe valaki folyton válaszolgat. Milyen a hallása? Római katolikus. Inkább menjen fülészetre. Hát de nem vagyok terhes! Na jó, most fel fogom menni az adatait. Hogy hívják? Dobó István. Múltkor még nem Zényi Lona voltál? Az a lánykori neve. Doktor úr, meddig lesz a férjem, lényeg lesz a törvépen? Következő áron szüneti. Jaj, de jó. A szép az a felső. Te veszöl? Igen. Hát ezt a pupupu mindjárt gondoltam. Mi legyen vacsorára? Ami a sebész kedvenc étele. És mi az? Sebesült. Sanyi bácsi, azt ígérte, hogy januártól más ember lesz magában. Hát lett is kis lányom. Hát, de ez is iszik. Egy drága barátom, ez a plat. Doktor úr, a kisunokám ne nyelte a tollamat. 5 percen belül ott vagyok. Hát de addig mivel fejtsek keresztelítén ceruzával? Nem, ezzel. Milyen a buli az intenzíven, emberek? Hát ez... Méletlen! Doktor úr, igaz, hogy maga veri a feleségét? Micsoda városkurás, nem is vagyok doktor! Ej, Pali, képzeld el, ebben a francia heti labban van egy hirdetés, egy renkelen címmel. Ó, még 2017-ben én is írtam ilyet, ám emlékszem. Azt írtam,
Felkelek, felöltözök, megrendelizek, aztán indulok haza. Már akkor imádtam a nőket. Ezt számlákat tudom bizonyítani. Na jó van, barátom, én most felhozok el. Fog sikert? Na, is. Úgy nézel ki, mint a harmadik barátnőm. Ez itt csak kettő volt. Amúgy nem volt fáradt, hogy állandóan az álmaimban jársz? Buli van az intenzíven! Ez véletlen!